Szervusztok, Házi Ádám vagyok, a Wagner Solar Hungária Kft-től, és a mai videónak a témája a Hyundai napelemgyártó cég és az ő zsindélyes napelemei lesznek. A Hyundai Heavy Industries 1972-ben alapult, és dél-koreai cégként elsőként lépett be a Hyundai a napelemgyártás piacára 2004-ben. Ez 2007-ben egy saját napelemgyártó sorral, egy napelemgyárral meg is alapozták, és 2014-től kizárólag PERC technológiás napelemeket gyártanak, évenként több mint 3 gigawatt termelési gyártási kapacitással. A PERC technológiáról egy másik videóban már beszéltünk nektek, hogy mit tud, most a Hyundai zsindelyes technológiai napelemekre térnénk ma ki. A zsindelyes technológiát azért hívjuk így, egy angolul shingled cell technológia, ami magyarosan lefordítva zsindelyes technológiát jelent. Gyakorlatilag a zsindeltetőknél azt kell elképzelni, hogy az egyik zsindely fedi a másikat, szépen ráfekszenek egymásra, ugyanezt kell elképzeljük kicsiben a napelem celláknál. Hyundai fogott egy hagyományos napelem cellát és fölvágta kicsi darabokra, és ezeket egymásra fektette egy speciális elektromosságot vezető ragasztóval. Így fekszenek egymásra ezek a napelem cellák, mint ahogy innen közelebbről láthatjátok is, és ennek a technológiának több előnye van, és ezek az egyik előnye például, hogy minimalizálva lett a napelem cellák közötti távolság, gyakorlatilag ez a megszokott 60 cellás vagy 72 cellás napelemnél a cellák közötti távolság az megszűnt, és ezek a cellák teljesen egymásra fekszenek, egy szép homogén felületet adott. Mert technikailag, műszakilag nem is ez volt az egyik lényege, hanem értelmszerűen, hogy nagyobb, kevesebb fölösleges felület van napelemen belül, ezért a hatékonysága, hatásfoka a napelemnek jelentősen nőtt. Ezen kívül, mivel ezek a napelem cellák itt egymáson fölfekszenek, sorra vannak kötve, ezért a rajtuk keresztül folyó áramerősség egyötöde egy hagyományos napelem string celláihoz képest. Azáltal, hogy csökkent az áramerősség, csökkenteni lehetett az ellenállást, illetve csökkenteni lehetett a cellák melegedését, tehát itt később egy celladefektnek a kialakulásának az esélye sokkal kisebb, mint egy hagyományos napelemnél. A zsindelyes technológiának a cellák közötti, ugye elektromosságot vezető pasztának köszönhetően sokkal nagyobb rugalmasságot élvez a napelem. Tehát, hogyha a napelemet megfogjuk ugye a két végén, azért lehet látni, hogy ilyen kicsit ugye behajolhatnak. Na most ez adott esetben egy hagyományos napelemnél akár mikrorepedéseket is eredményezhet, viszont a zsindelyes technológiával készült napelem sokkal rugalmasabb. Szintén a zsindelyes cellának köszönhetően gyakorlatilag itt a sorok párhuzamosításával kapjuk meg gyakorlatilag a napelemnek ugye a névleges teljesítményét, ahogy említettem, ezek a sorok sorra vannak kötve, és a sorok vannak egymással párhuzamosítva. És ezáltal van egy olyan árnyéktűrő képessége a napelemnek, hogyha az alsó sort kitakarjuk, akkor a napelem csak 13%-ot veszít az ő hatásfokából, míg egy hagyományos napelem a teljes alsó sor kitakarásával 100%-os hatásfokot is veszíthet, tehát gyakorlatilag 0 wattot termel a napelem, hogyha azt a sort teljesen kitakarjuk, tehát lefedjük valamivel. Míg egy osztott cellás napelemeknél, amik ugye elég elterjedtek manapság, 50%-ra esik vissza a napelem hatásfoka. Ezzel szemben a zsindelyes cellás napelemnél az első sor kitakarásával összesen csak 13%-ot veszítünk. Nagyjából ez 50%-os kiesés, ami mondjuk egy félcellás napelemnél tapasztalható lenne, az a Hyundai napelemnél nagyjából itt a fele környékén fog megtörténni. Jelenállás szerint a Hyundai 70x1 méteres napelem méretben 400 watt körüli teljesítmények kínál napelemeket, míg a 2x1 méteres méretben 475-480 watt körüli napelemek érhetők el. A két napelemnél megfigyelhető az, hogy ezek mi úgy hívjuk cikcak cellás, de szintén zsindely cellás technológiával épült napelemek. Itt erről azt kell tudni, hogy a zsindely cellával készült napelemeknél több kicsi darabra vágjuk fel azokat a monokristályos cellákat, így hát a celláknak mivel vannak szélei, a monokrista esetén ugye ez egy 8 szöget jelent, a 2 méteres napelemeknél a cellák széleiből építik fel a napelemet, úgymond a lakossági 1 méter 70x1 méteres napelemeknél pedig a cella közepét használják fel, hogy egy szebb felületet építsenek. Hyundai zsindelyes cellás napelemek fekete kerettel szép homogén felületet adnak, de van rá lehetőség arra is, hogy ezt a fehér fóliát fekete fóliával kérjük, és egy gyakorlatilag szinte teljesen homogén felületet tudunk kialakítani vele a tetőn.
Ugye említettem, hogy a napelemeken kevesebb áramerősség folyik, a napelemcellákon kisebb áramerősség folyik át, ezáltal az ő felmelegedésük is alacsonyabb egy hagyományos napelemcellához képest. Ezáltal a Hyundai hosszabb élettartamú napelemeket tud gyártani. A Hyundai a zsindelycellával készült napelemére különösen hosszú 25 év termékgaranciát kínál, ami az üveg, fólia napelemek esetében egyedülálló. Remélem tetszett a videónk, kövessétek YouTube csatornánkat, nézzétek meg a többi videónkat, és a következő videóig. Sziasztok!